Vízkereszt utáni napokban egyre több fenyőfa kerül ki az utcára. Aki szeretne megszabadulni a karácsonyfájától, az kultúrált módon megteheti. Csupán annyi a feladata, hogy a fát a díszítő elemektől és egyéb hulladékoktól megszabadítja. A lecsupaszított fenyőfákat az ingatlan elé vagy a hulladékgyűjtő edények mellé kell elhelyezni. A szállítás napján reggel 6 óráig oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen és a közlekedést ne akadályozza. A közelmúltban szebb napokat látott ünnepi díszt az NHS Vértes vidéke hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Munkatársai szállítják el. Január 7 és január 9 között van az első elszállítási időpont. Aki erről lemaradt, az január 20 és január 22 között tudja újból kihelyezni a karácsonyfát a közterületre. Fontos, hogy a fenyőfákat hulladék és díszek nélkül rakják fel, újrahasznosításra kerül majd az elszállított fenyőfa. Városunkban a szelektív hulladékgyűjtés már évek óta működik. Hasonlóan a tavalyi évhez, a családi házakban működik a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés. Itt egyféle zsák van, egy sárga színű zsák, amiben bele lehet a papírhulladékot, a műanyag hulladékot és a fém hulladékokat rakni. Fontos, hogy tisztítva kerüljenek bele, és nagyon sokféle frakció bele kerülhet, tehát például a gyümölcsleves, teljes dobozok, a tejfölös dobozok, különböző zacskók, táskák, akkor a konzervdobozok, vagy például a fémitalos dobozok is mehetnek a zsákba. Ezek a hulladékok Tatabányán a hulladékkezelő telephelyen kerülnek szétválogatásra. A szelektíven gyűjtött hulladékot havonta szállítja el a közszolgáltató, ez megegyezik a rendes kommunális hulladék szállításának a napjával, és hulladéknaptár készül minden évben, ez megtalálható a közszolgáltató, illetve a város honlapján is, illetve megkapják a közszolgáltatótól postai úton is a lakosok. És ez tartalmazza a kihelyezhető hulladékoknak a típusait, illetve a szállítási időpontokat. Nagyon fontos, hogy minél többen gyűjtsék szelektíven a hulladékot, hiszen az ebből gyártott új termékek kevesebb alapanyag és energiafelhasználást igényelnek. Egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot, de azért, ha elmegyünk egy-egy szemétszállítási napon, azért látható, hogy vannak még olyan ingatlanok, ahol nincsenek kint a szelektíves zsákok. Úgyhogy reméljük, hogy a jövőben ez a hajlandóság nőni fog.